Köszöntöm a nézőket, önök közéleti magazinunkat, a Központot látják, tartsanak velünk! Pécsi virológusok sikere. Dél-Amerika első kiemelt biztonságú laboratóriumában segítenek a szakemberek. Soha ilyen korán nem indult a szüret, mint idén. Hetekkel hamarabb lesz új bor is a szakember szerint. Megújult a Collegium Seraphicum. A Ferences rendi kollégium várja a PTS hallgatókat. Máltai gondoskodás. Használt IT-elemekből készítenek ékszert a megváltozott munkaképességűek. Drónozni tanulnak a szünidős gyerekek. A természettudományos tábor adja a lehetőséget az ismeretekre. Dél-Amerika első BSL-4-es, azaz a legmagasabb fokozatú biobiztonsági laboratórium megvalósításában nyújtanak szakmai segítséget a Pécsi Tudományi Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratórium szakemberei. A pécsiek tanácsadással és tréninggel segítik az új kutatóhely létrejöttét. A magyar virológusok a beruházáshoz nyújtott segítségen túl közös szakmai kutatási programokat terveznek brazil kollégáikkal. Ezek a felvételek a legmagasabb fokozatú biobiztonsági laboratóriumban készültek Pécsett. A Virológiai Nemzeti Laboratórium szakemberei dolgoznak itt, az Egyetem Szent Ágotai Kutatóközpontjának épületében. Nemrég Brazíliából érkeztek ide virológusok, hogy kérjék a pécsi kollégák segítségét tervük megvalósításához. Brazil kollégák abban a tekintetben kerestek meg minket, ez egy nagyon érdekes történet, ugyanis Dél-Amerikának nincs BSL-4-es laborja. A BSL-4-es labor azt jelenti, hogy a legmagasabb biobiztonsági besorolású laboratórium, itt Pécsen is van ugye egy. Ezekből a jelen pillanatban 66 van az egész világon. Na most ez megdöbbent, hogy Dél-Amerikának miért nincs, éppen itt volt az ideje, hiszen Dél-Amerika éppen a betegségeknek az a forró pontja, ahol nagyon nem látjuk, hogy milyen újabb és újabb vírusok vannak még ott az Amazonasban, az Amazonas medencében, az erdőben, és az elmúlt, nem is mondok nagyot, az elmúlt 5 évben jó néhány új vírus felütötte a fejét, úgyhogy a brazil kormány úgy döntött, hogy most befektet egy ilyen laboratóriumba. Azonban a közös munka nem merül ki abban, hogy segítenek ennek a különleges labornak a létrehozásában. Közös munkát terveznek a brazil szakemberekkel, például az úgynevezett felbukkanó fertőző betegségek legyőzésében, korai felismerésében, kezelésében. Brazília egy forró pont ilyen szempontból, hiszen az ember egyre mélyebbre jut az Amazonas medencéjében, ez pedig növeli az újabb betegségek megjelenésének kockázatát. Ahogy egyre több természetes élőhelyet bolygatunk, zavarunk meg. Egyszerűbben fogalmazva, minél több erdőt vágunk ki, annál több ilyen fog ránk találni. És ugye Dél-Amerika most egy forró pontja ennek. Hallani, hogy Brazília ugye termeli ki az esőerdőt, stb. Hát ezek azok a kapcsolódási pontok, de még lehetne itt sorolni az afrikai bányász tevékenységet. Nagyon sok munkánk van, Bangladesbe építve vannak a kollégák, ott például a kiterjedt mezőgazdaság, a túlnépesedés. Nagyon-nagyon sok olyan kontaktust teremt, ami gyakorlatilag meg százszorozza, meg ezerszeresíti azt a találkozási számot, ami mondjuk sokan mondják, hogy nagyapáink idejében, akkor nem voltunk ennyien, akkor nem vágtunk ennyi erdőt, akkor nem jutottam el 24 óra alatt a világ másik felére. Tehát ez a bolygó, ami most élünk, ez a globalizált világ egy kiváló táptalaj vírusoknak. Ezért fontos, hogy épüljön ilyen magas biobiztonsági kutatóhely Dél-Amerikában. Felmerül a kérdés, hogy miért nem a közelebb lévő USA-ból kerestek meg ilyen laboratóriumot. Megvan az oka, hogy miért a pécsi virológusokkal akarnak együttműködni, tudtuk meg Kemenesi Gábortól. Az amerikai laborok nagyon fejlettek abban a tekintetben, hogy a valóban nagyon előre haladott, kizárólag laborhoz köthető tevékenységben ők nagyon jók, élen járnak. Viszont ami a braziloknak kell, az egészen más. Ugye pont arról beszéltünk, hogy erdőirtás, újra felbukkanó betegségek. Ezt mindenféle ilyen nagyzolás nélkül mondhatom, hogy itt Pécsen ebben bőven van tapasztalatunk, Dél-Ázsiától, Észak-Afrikán át Európáig. Mi pont azt a fajta munkát csináljuk, hogy mindig egy lépéssel így a járványok előtt járunk, mindig ilyen furcsa jelenségekre már felfigyelünk és kivizsgáljuk, és nekik is ez ütette meg a fülüket, hogy nekik is valami hasonló koncepció mentén kell majd működni, és emiatt találtak ők ránk, úgyhogy ezt a terepi virológiától egész a 4-es laborig történő munkafolyamatokat mi ezt így egy csomagba átadjuk nekik, és nagyon reméljük, hogy tényleg hosszú távú lesz az együttműködés. Fotó a brazil szakemberekről, akik már ellátogattak a Pécsi Virológiai Nemzeti Laboratóriumba. A pécsi virológusok itt készítik fel őket majd arra, hogyan kell dolgozni a magas fokozatú laboratóriumban. A tréningek mellett pedig további szakmai kutatói együttműködést terveznek a két ország között.
Már szedik a szőlőfürtöket a Pécsi Egyetem birtokán. Az elmúlt évtizedek adatai alapján soha nem kezdődött ennyire korán a szüret, mondja a Borászati Kutatóintézet vezetője. Legalább 3 héttel előrébb van a bogyós gyümölcs érése, így az új bor is korábban kerülhet majd a palackokba. Szüreti munkások az egyetem szőlészetében Pécsett július 18-án elkezdődött a szüret ezen az ültetvényen. Erre előzetesen még a szakemberek sem számítottak. A kutatóintézet több mint 70 éves fennállásából származó adatok alapján is kijelenthetjük, hogy ilyen korán szüret még sosem volt sem Magyarországon, sem a Pécsi Egyetemi Kutatóintézetben. Előzetesen úgy tervezték, hogy július végén, augusztus elején indulhat a szőlőfürtök betakarítása, azonban az időjárás, illetve az érési folyamatok másképpen alakultak. Jó 3 héttel korábban vagyunk most, hogy indul a szüret. Elsősorban a pécsi nemesítésű jázmin és más rezisztens szőlőfajtákkal indulunk meg ebben az évben is, mint ahogy szoktunk is. A kollégáink ilyenkor már folyamatosan járják a táblákat, monitorozzák, érésdinamikai vizsgálatokat végeznek, és ezekből a paraméterekből mi már látjuk, hogy mikor kell készülni a szüretre. Így történt ez a tegnapi nap folyamán is, hogy kollégák végigjárták a táblát, és láttuk, hogy elérkezett az idő. Korai, gyors szüretre számít a szőlészetekben a borász. Mindenfajta érése korábbra került idén, így az új bor is hamarabb kerülhet az asztalra. Évek óta már a Márton nap csak egy ilyen szimbolikus jelentőséggel rendelkezik. Általában az első ugye szület időszak után körülbelül egy hónappal tudnak megjelenni az első borok. Mi először születeltünk, de itt 1-2 héten belül azért ez föl fog pörögni országosan is. Hogyha az új üvegvisszaváltós rendszer, a DRS rendszer nem fogja befolyásolni, akkor ez augusztus végén várhatóan már a polcokon lehet palackos borként. A szakember azt mondja, a déli fajtájú szőlők kerülhetnek előtérbe a klímaváltozás hatására hazánkban is. A borászok ma már más problémákkal találkoznak, mint évtizedekkel ezelőtt. Ezek égető kérdések, és az a szőlőnél ezt nagyon nehéz megválaszolni, ahol 40-50 évre tervezünk egy komoly ültetvényt. Persze lehet átoldani, de az sem egyszerű azért, hogy egy fajtát váltsunk egy ültetvényben. Úgyhogy rövid távon a jobb beérést, biztonságosabb termést látjuk. Régen azért a szőlőnél ez nem volt mindig egyértelmű. Ugye az első kérdés a mustfok volt annak idején, hogy milyen mustfokkal termett, mennyi termett a szőlőn. Manapság inkább az ellentéte, hogy ki tudjuk erjeszteni a magasabb mustfokot, annyira magas a cukortartalom és alkoholtartalom van. A kutatóintézetben éppen azon dolgoznak, hogy a változáshoz megtalálják a megfelelő fajtákat. Sok kérdést kell még megválaszolniuk, mondja Ipacs Szabó István. Megújult a Collegium Seraphicum. A Ferences rendi Pécsi Collegium az idei ponthatárok kihirdetése után várja a PTS hallgatókat kollégiumi elhelyezésre. A felújított intézményben megszépül többek között az aula, a klubszoba, a tanulószoba, a hálószobák, a kápolna és a belső udvar. Mindez pedig önerőből valósult meg. Már az aulában beléptünkkor látszik a megújult, megszépült épületrész. A bútorok egy része, a felirat diszkréten, de figyelemfelkeltően hívogatja és marasztalja a betérőt. Itt az aulában rögtön az új logó és annak ez a 3D-s felirat változata látható. Egy új logót készítettünk, ami egyrészt a szeráfot, az angyalokat, de ugyanakkor a szárny egy kézre is hasonlít, ami így körbeölel, és a tau látható, ami a ferenceseknek a keresztjele, tehát a ferencesség is megjelenik ebben a logóban, valamint a szeráf, a szeráfok jellegei, ami utal ránk. Ezt az aulát, az egészet úgy, ahogy van, kifestettük, megfordítottuk az irányt, hogy látható legyen minden előadás, ferencest, meg minden nyílt alkalom idején egy méltó hátteret tudjunk biztosítani. Csillárokat is, a székeket azt itt találtam az épületben, úgyhogy azt innen megint csak belső erőből sikerült megújítani ennek a kinézetét, és most már tényleg méltó színhelye tud lenni bármiféle rendezvénynek, így a Szójbe a püspöknek rendezvényünk itt volt, valamint át tudjuk alakítani, véradást szerveztünk itt, és méltó helyét tudtuk ezeknek szolgáltatni. Dobosiné Rizmájer Rita, a kollégium igazgatója egy éve vette át a vezetés szerepét, de már sok új
díjat hozott létre azáltal, hogy otthonosabbá tette és felújítatta a szállás tanulás helyszínét az egyetemisták számára. Egy éve vezetem a kollégiumot, az alatt, hát fél év alatt szakkollégiummá lettünk, és közben pedig ősztől folyamatosan elkezdtük a felújításokat. Megújult az aula, megújult a kápolna, most zajlik éppen új ágyak cseréje, az előtér, a pénztárhelység. A legelső, ami a kvadrum volt, ahol ez egy belső udvar, ahol a diákok tudnak tanulni, kellemes, hűvös, itt a fákat meg kellett szabadítani a borostyántól, meg egy-két fát ki kellett vágni a biztonság érdekében, és ide fűszerkertet építettünk. A diákoknak klubszobát alakítottak ki, amely alkalmas filmek megtekintésére, kis csoportos összejövetelekre. Mindezt a saját karbantartóik segítségével önerőből alakították ki, teszi hozzá az igazgatóasszony. Az volt a terve, hogy a kápolna stílusát egyszerűbbé, letisztulttá tegyék. Itt minél kevesebb tárgyat szerettek volna elhelyezni. Van egy nagy érdekessége ott az egyik kis sarokban, ahol, mert régen ez a ferenceseknek, a szerzeteseknek az étkezőjének a része volt, és ott van egy ilyen kis több száz éves, valószínűleg zsolnai porcelán kézmosó, azt mindenképpen meg akartuk tartani, és azt egy kicsit kitisztítva, felújítva, ott így kivágtuk körülötte a helyet, hogy látható legyen. Egyébként pedig szőnyeget helyeztünk el, tehát az ilyen térdeplős imádságoknak is így megfelelő, meleg, puha szőnyeg várja azokat, akik térdepelve vagy ülve szeretnének részt venni, beugrani egy kis imádságra, elmélkedésre. A tanulószoba eredetileg is szép volt, mondja az igazgatónő, csak a világítás stílusán kellett egy keveset változtatni. Most az asztalokon vannak ezek a klasszikus íróasztali lámpák, illetve a könyvtár részlegét kellett átnézni, rendezni, szelektálni. Ebben a férjem segített, igazából ő rakta össze az egészet. Nagyon sok minden vár még felújításra, ahhoz igazából támogatókat keresünk, illetve próbálunk a Pécsi Tudományegyetemmel úgy valami olyan formát találni, hogy esetleg ők is támogathassanak bennünket, mivel itt csak PTS diákok laknak, 90 diák lakik itt tulajdonképpen. A kollégium gazdag program kínálattal rendelkezik, vannak elvárások és kötelezettségek is. Szeretettel várjuk azokat, akik felvételt nyertek ide a Pécsi Tudományegyetemre, Pécsre, és egy otthonos, meleg közösséget szeretnének maguk között tudni, biztonságban szeretnének lenni barátok között, azokat szeretettel várjuk ide. Kétféle státuszban lehet hozzánk jelentkezni, az albérlő, ő csak az évkezdő és az évzáró Veni Sancta és a Te Deum Szentmiséken kell, hogy megjelenjen, vagy pedig, aki a szakkollégium révén akar bekerülni, és szakkollégistaként szeretné folytatni itt az életét nálunk, annak a következő kötelezettségei vannak. Egyrészt évi egy lelki gyakorlat, másrészt minden szerdán vannak ferencestjeink, és akkor egy hónapban egyen kötelező a részvétel, ezek tematikusak, párkapcsolatról, prominens személyiségekkel való beszélgetésről, önismeretről, és a negyedik természetesen maguk a ferencesek, két ferences testvér látogat el hozzájuk beszélgetni Szent Ferencről, a ferences lelkiségről. Tehát ez havonta egy ilyenen kell részt venni. Ezen kívül, mint a szakkollégiumnak az egyik pillére az önkormányzatiság, tehát van diákbizottságunk, és a diákbizottságunk vezetői vezetik az egyes munkacsoportokat. A munkacsoportokban a szakkollégistáknak fél év alatt 10 önkéntes munkaórát kell beadniuk, akár a honlapszerkesztéstől elkezdve a különböző eseményeken való fényképezéseken át, a kerti munkák, ültetés, mindenféle ide tartozik. Nagyon jól megtalálták egyébként, mindenki megtalálta a helyét a megfelelő munkacsoportban, és a feedbackek pozitív vélemények szólnak, hogy
jaj, de jó, megismerkedtünk olyanokkal a munkák révén, olyanokkal dolgoztunk együtt, akikkel egyébként nem találkoztunk volna, és milyen jól megismerkedtünk. Tehát ez is egy igazából közösségépítő, amellett, hogy nyilván az önkéntes munkát és egy kicsit a tevékeny jelenlétet igényli. A Collegium Seraphicum fenntartója a Ferences rend. Ennek értelmében egy keresztény értékrendet képviselő intézményről van szó, amely ilyen identitású, illetve erre nyitott diákokat vár a megújult pécsi kollégiumba. Bővebb információ a Collegium Seraphicum honlapján érhető el. Közel egy évtizede végeznek értékes munkát a Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft. Megváltozott munkaképességű dolgozói. Papírból, műanyagból készítenek használati tárgyakat, illetve egy nagyon kreatív munkájuk is van. Ez pedig az ékszerkészítés használt IT elemekből. A bevételt visszaforgatják a cég fejlesztésére. A pécsi telephelyen járt stábunk. 26 megváltozott munkaképességű ember dolgozik a Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft. Pécsi Edison utcai műhelyében. Ebben a kis üzemben 4 és 6 órás munkarendben látják el feladataikat az emberek. Elsősorban bérmunkát végeznek a műanyag és a papíripar területéről. Papírból készítenek például italos, parfümös minőségi táskát, vagy műanyag függönyelemek csomagolását, dobozolását végzik többek között, mondja Bondor Zoltán telephelyvezető. Be kellett tanítani a munkatársakat természetesen, mert ez új munka volt, és mindenhol minőséget kérnek tőlünk. Ami egy kihívás azért, hogy ilyen egyszerűbb képességekkel rendelkezők is megtanulják a munkafolyamatokat. Igyekeztünk a tevékenységeket a részekre bontani, hogy minden tevékenységhez tudjunk passzítani munkatársat. Így a hatékonyság is jobb lett, és mindenkinek van részfeladata. Másfajta munka is zajlik ebben a műhelyben. Kisebb rész használt IT-eszközöknek az alapjából ékszereket gyártanak, mondja Vozár Pál ügyvezető. Az üzemünk 9 évvel ezelőtt indult, akkor használt elektronikai eszközök bontásával kezdtünk el foglalkozni. Így került hozzánk rengeteg számítógép is. Egyetemtől, nagy munkáltatóktól, ahol lecserélték már az eszközeiket, nem volt rá szükség, mi nagyon sokat át tudtunk venni, és azokat bontottuk elemeire, és utána vittük el újrahasznosításra. Ekkor jött az ötlet Révai Krisztina mentortól, hogy ezekből esetleg lehetne kis ékszereket gyártani. 2 éves előkészítő tervező munka előzte meg mindezt, amíg belevágtak a rekreációs tevékenységbe. 7 évvel ezelőtt megszületett az első ékszer kollekció, a rekreáció, és azóta rendületlenül ugye készülnek újabb és újabb termékek, termékfejlesztések, közben díjakat is nyerünk, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon sikeres projekt, és mondom elég, szóval látom már így a kifutását, meg a távlatát. Hát nem mindegy, hogy melyik darabot vágja ki a kollega. Most is a fényfesztiválon is elmeséltem ott az érdeklődőknek, hogy igazából már nem én készítem minden egyes darabot, hanem a kollégák nagyon ügyesek, és akkor elmondom nekik, hogy miből mit szeretnék, milyen formát, milyen színben, ők kivágják, becsiszolják, legyantázzák, tehát az egész folyamatot tulajdonképpen már ők készítik el, de hát nyilván ez egy hosszas betanítás következménye, és el kell azt is mondanom, hogy azon kívül, hogy nem csak az ékszereket, hanem már a csomagolóanyagot és mindenben, amiben itt a kollégák még tudnak segíteni, igyekszem őket bevonni, tehát hogyha valamit meg kell számolni hirtelen, vagy le kell pecsételni a nyugtatomböt, tehát itt nagyon kedvesek, lelkesek, rögtön jönnek és segítenek nekem, mert azért itt a mindennapi feladatok, tehát azon kívül, hogy ugye a mindennapi munkát ugye meg kell szervezni 26 kollégának, ugye ez mellett meg a munkaügyi dolgokat, a rehabilitációs feladatokat, ugye ezek mellett vannak itt az ékszerek, és hát sokszor csak így hirtelen kérek segítséget, és rögtön jönnek és lelkesen segítenek nekem a kollégák. Számos helyen megjelentek már termékeikkel. A legnevesebb fesztiválokon, ha csak tehetik, mindig kint vannak. Időnként új bútorokat, időnként eszközöket vásárolni,
de a dolgozóknak a mentális egészségére is törekszünk. Úgyhogy van, amikor megszervezünk egy kis kirándulást, múltkor Dombováron jártunk, előtte Orrfűre vittük el a dolgozókat egy egész napos pihenésre, kikapcsolódásra. Szóval igyekszünk egy hangulatos kis csapatépítő napokkal ezt pótolni. Mivel a Máltai Gondoskodás egy non-profit cég, ezért minden bevételt visszaforgatnak a vállalkozásba, amelyet fejlesztésekre fordítanak. Időnként új bútorokat, időnként eszközöket vásárolni, de a dolgozóknak a mentális egészségére is törekszünk, úgyhogy van, amikor megszervezünk egy kis kirándulást, múltkor Dombováron jártunk, előtte Orrfűre vittük el a dolgozókat egy egész napos pihenésre, kikapcsolódásra, szóval igyekszünk egy hangulatos kis csapatépítő napokkal ezt pótolni. Csomagolásba, egyéb adminisztrációt segítő munkafolyamatokban is részt vesznek az ékszert készítő dolgozók is. Drónozni tanulnak a szünidős gyerekek Pécsen. A természettudományos kalandanap közében ismerkednek az alapokkal. Már egészen kisiskolások is elsajátíthatják azokat az ismereteket, amelyek más területen is fejlesztik a képességeiket, ügyességüket. A napköziben a planetáriumba is ellátogatnak, és izgalmas kísérletekben is részt vehetnek a Zsolnai Kulturális Negyedben. Ezek a szünidejüket a természettudományos napköziben töltő gyerekek most éppen a drónkezelés alapjait tanulják Genizse Pétertől. Kis tabletjeiken a legfontosabb műveleteket sajátítják el ahhoz, hogy a napjainkban igen népszerű drónokat mozgásba hozzák, mondja a foglalkozás vezetője Genizse Péter csillagász, a PTE-TTK Földrajzi és Földtudományi Intézetének egyetemi docense. Az elmúlt egy-két évben kitaláltuk, hogy mi lenne, hogyha egy űrhajót szimulálva, ők ilyen kis pici benti játék drónokkal egyik bolygóról a másikra elrepülnének, és ez lesz most majd a következő foglalkozás, hiszen a planetáriumban tanulnak a napról, tanulnak a bolygókról, a holdakról, és akkor most ők is eljátszhatják azt, hogy jó, nyilván nem egy igazi űrhajóval, de egy ilyen kis picike telló drónnal fölemelkednek egyik helyről a másikra. Elvezetik, közben a kamera képét látják ugye a telefonon vagy a tableten, és egészen jól átélik akkor egy ilyen űrpilótának voltak éppen a feladatait, és megtanulják azt is egyébként, hogy hogy kell irányítani ezt a szerkezetet, hogy ez nem olyan, mint egy autó, hogy csak előre tud menni, vagy esetleg hátra, és csak kicsit kormányzunk, hanem ez voltak éppen minden irányba tud menni, ugyanúgy, mint egy űrhajó, tehát mondjuk persze kicsit korlátozottabban, de azért ezt is megtanulják. Van olyan kolléga is, aki Lego Marsjáró foglalkozást tartott a gyerekeknek, erről is szívesen beszélt a csillagász. Azt is megtanulták, hogy egy bolygó felszínén, ha oda leszáll egy szerkezet, akkor azt nekünk itt a földről kell vezérelnünk, és ugyanúgy egy tablettel és wifi-n keresztül kell programozni, hogy merre menjen az a jármű, és mondjuk kikerülje az akadályokat, és utána összeszedje mondjuk a Mars felszínt reprezentáló térképen a mintavevő egységeket. Tehát nagyon sokféle olyan dologba, ilyen interaktív dologba is bevonjuk őket. Nem csak néznek, mint a planetáriumban, hogy akkor ott van egy kép, és akkor arról beszélgetünk, hanem ők maguk is tudnak így akkor irányítást végezni. A természettudományos táborban részben fizikusok kísérleteket mutatnak be a szünidős gyerekeknek. Másrészt csillagászattal is foglalkoznak, mely tudományággal a planetáriumban ismerkedhetnek meg a táborozók. Ez Genizse Péter és a Földrajzi Intézetben dolgozó kollégáinak a feladata. Most azonban a drónokkal való ismerkedés a feladat, mondja Genizse Péter. Itt nekünk a táborunk az alapvetően általános iskolásoknak, ott is, ha jól emlékszem, mert kolléganők szervezték, ott az elsőtől hatodik osztályig tart, de egyébként senkinek nincs vele problémája, már az elsősök is, ahogy tetszett mondani, már a digitális korszakban nőttek föl, tehát nem okoz nekik problémát az, hogy netalántán egy eszközön húzogassák így az ujjukat és az érintőképernyőt használják, vagy éppen a Lego Marsjáró vezérléséhez kis ikonokat tegyenek jobbra-balra, mert ott át kell gondolni, hogy egyébként a telló drónokat is lehetne így irányítani, de mi most ezt nem így csináljuk. Tehát ott ilyen kis ikonokkal kell vezérelni, hogy mennyit fordulj jobbra, mennyit fordulj balra, mennyit menjél előre, és akkor nagyon hamar ráéreznek erre, sokkal jobban, mint a felnőttek egyébként. A drónröptetés a mai gyerekeknek egyáltalán nem nehéz feladat, játékos formában pedig kifejezetten élvezetes időtöltés, hiszen nem csak játszanak és jól telik vele az idő, hanem ezáltal számos képességük, ügyességük fejlődik észrevétlenül. A tábort a Zsolnai Kulturális Negyedben rendezték meg. Önök Központ című közéleti magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!